Bár a strandkézilabda döntőt itt most elvesztettük, de minden idők legsikeresebb világjátékát zárta a magyar csapat. 10 érmet hoztunk, 6 aranyat, illetve 4 ezüstérmet, és ezen kívül rendkívül sok értékes helyezést, pontszerző helyel zártuk ezt a világjátékokat, minden idők legsikeresebbje ez. Nagy reményekkel kecsegtett bennünket 2017-re. Ha hazamegyünk, illetve már most elkezdjük, azok a sportágok, akik ide kijutottak, mind a 12 sportág, el fogja kezdeni azt az elemző munkát, ami meg fogja alapozni azt, hogy 2017 Wroclawban még több sportág jusson ki, és ezek a sportágok, akik itt voltak, az aranyakat megőrizzék, az ezüstöket arannyá változtassák, és a helyezésekből pedig dobogós érmes helyek legyenek. Ha előre azt mondták volna neked, hogy 10 érmet jönnek a világjátékos sportolók itt Kolumbiában, akkor örültél volna? Biztos, hogy örültem volna. Álmaimban valahol a legmélyebb álmaimban és leghátul valami hasonló szám szerepelt, amikor végig egy kockás papíron számogattam, hogy mire számíthatunk, mit remélhetünk, mi van akkor, hogyha minden körülmény összejön, és mi van akkor, ha minden sikerül. Valahol e körül számoltam, de igazándiból realitását nem láttam. Akkor teljesen elégedett vagy, mondhatjuk azt? Elégedett, boldog, és azt gondolom, hogy amiért jöttünk, egyrészt, hogy a magyar színeket sikeresen mutassuk meg Kolumbiában, sikeresen szerepeljünk eredményesen, és teremtsünk alapot arra, hogy otthon 2014-re megteremtsük azt a háttértámogatást a Magyar Olimpiai Bizottság, az állam támogatásával, hogy a nem olimpiai sportágok is kaphassanak olyan alapot, olyan stratégiai fejlesztési támogatást, amellyel még tovább tudjuk fejleszteni ezeket a gyönyörű sportágokat.